Kedves nézőink, április 24-én pénteken köszöntöm Önöket a Bajai Televízió híradójának elején, egy rövid előzetessel indítunk. Gyermekétkeztetés. Több tanintézményben is kialakítanak átvételi pontokat a városban. Szünetel az oktatás. A járványhelyzet az autós iskolákat is érinti, azonban a befizetett vizsgadíjak nem vesznek el. Kényszerpihenő. Gálos Roland lassított az olimpiai felkészülésen. Majdnem két hónapja tart hazánkban a koronavírus járvány. A terjedés visszaszorítása érdekében a kormány több megszorító intézkedést vezetett be az elmúlt hetekben. Márciusban az önkormányzatok is átalakították a közétkeztetési rendszert. Baján eddig a Radnóti kollégiumban vehették át az ebédet a diákok, hamarosan azonban több oktatási intézményben is kialakítanak átfevő pontokat. A koronavírus megjelenését követően március 16-ától átalakult a gyermekétkeztetés rendszere Baján. A módosítások következtében a helyben fogyasztás megszűnt a menzákon, az ebédet azóta is csak elvitelre lehet kikérni. Kezdetben a Radnóti Miklós kollégium üzemelt átvevőpontként, hamarosan azonban az egyes tanintézményekben is átvehetik a diákok a kedvezményes árumenüt, tájékoztatott a Baja Marketing Kft. Élelmezés vezetője. De erre már egy ideje van lehetőség, hogy a Radnóti Kollégium konyháján átvehetik az ételt azok a szülők, akik ezt igényelték. Viszont, hogy könnyítsünk a családok helyzetén, most kitaláltuk, hogy a szigorú biztonsági szabályok betartása mellett kinyitunk néhány iskolai tálalókonyhát, átvételi pontként fognak üzemelni, ahol az adott intézménybe járó gyerekek átvehetik akár a lakhelyükhöz legközelebb eső ponton az ételt, és akkor lehet, hogy ha anya nem engedné a városba keresztül a gyereket, de három utcával arrébb meg simán elmehet érte, úgyhogy ez remélem, hogy könnyítés lesz a családoknak. A menza dolgozói nagy figyelmet fordítanak az alapos fertőtlenítésre. A veszélyhelyzet idejére az éthordókat is mellőzik az átvételi pontokon, azok helyett egyszerhasználatos ételtárolókban szervírozzák a menüt. Eldobható dobozokban fogjuk az ételeket odaadni az embereknek. A tálalókonyháknál kialakítunk egy átadó ablakot, ahol oda tudjuk adni, és ezáltal a szülők meg a gyerekek nem kell, hogy bemenjenek az épületbe, hanem kint meg fogják kapni az igényelt étkezést. Minden marad ugyanúgy, ahogy az előzőekben megszokták. A szülők az elmenza felületen lehet megrendelni az étkezéseket, mindig előző nap 9 óráig. A Radnóti Kollégium a továbbiakban is átvevőpontként szolgál, május 1-től pedig az Újvárosi Általános Iskolában, a Sugovica Sportiskola Malom és Szent Antal utcai, illetve a Vöröskeresztéri telephelyén, továbbá a Szent Istváni Általános Iskolában is átvehetik a menüt a diákok. Újra nyit a teniszpálya április 27-től. A dr. Csátaljai István teniszcentrum hétfőtől amatőr teniszezésre hívja az adogatás kedvelőit. A Bajai Teniszcentrum új vírushelyzeti házirendet fogalmazott meg, amelyben felhívja a sportolni vágyók figyelmét arra, hogy csak is kizárólag amatőr teniszezésre használhatják a pályákat. A csoportos oktatás nem lehetséges, valamint a klubház sem üzemel. A teniszpályákat mindenki saját felelősségére használhatja, az ott szerzett betegségekért, egészségkárosodásért a centrum nem vállal felelősséget. A klubház, illetve a mellékhelyiségek nem használhatóak, a pályára lépés kizárólag előzetes foglalást követően engedélyezett. Az amatőr meccseket néző és kísérő nem látogathatja, illetve a játékon kívül töltött időben a maszk használata kötelező. A díj megfizetése csak is a klub bankszámlájára történő átutalással lehetséges, az árak nem változtak. Az elnökség egyéb biztonsági javaslatai közé tartozik többek között a labdák játék előtti fertőtlenítése, illetve a minimum 2 méteres távolság betartása. A készfogás pedig a játék elején és a végén is mellőzendő. Márciusban a veszélyhelyzet kihirdetésével nem csak az intézmények, a szórakozóhelyek és a vállalkozások zárták be kapuikat, hanem a közlekedési vizsgákat is felfüggesztették. A jó hír, hogy a befizetett díjak nem vesznek el. Bár az oktatás és a vizsgák szünetelnek, az online tanulási lehetőség mindenki számára elérhető. A kormány döntött arról, hogy a jelenlegi helyzetben segíteni kell azokat, akik
otthon vannak, és akár Gyeden, akár Gyesen gyermekgondozásban vesznek részt. Az ő esetükben az első sikeres nyelvvizsgához, illetve az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgadíjához hozzájárulunk. A közlekedési alapismeretek, tehát a KRESZ tanfolyam és vizsgadíjhoz szintén támogatást nyújtunk. Az érettségi és a nyelvvizsga mellett nagy kérdés övezi a jogosítványszerzést is. A vírus terjedésének megelőzése és az emberek egészségének védelme érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal együtt úgy döntött, hogy március 19-től visszavonásig felfüggesztik a járművezetők és a közlekedési szakemberek vizsgáit. Ez nagy problémát jelent azok számára, akik most a koronavírus járvány miatt csúsznak ki a 2 éves szabályból, azaz nem tudnak időben sikeres gyakorlati vizsgát tenni és jogosítványt szerezni. A tárca tisztában van a problémával, a szükséges jogszabálymódosításokat megteszik, hogy senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe, közölték. Az oktatás leállt, az autós iskolák és az oktatók is a vizsgaközpont és a minisztérium válaszára várnak. Ugye most az oktatás leállt országos szinten, mivel hogy a vírusra való tekintettel nem lehet dolgozni, tehát nem lehet kontaktórát tartani. A tanuló nem jöhet el vezetni, mivel hogy kijárási korlátozás van, és végül is nem jöhetnek vezetni a tanulóink. Most a kormánybejelentés alapján van egy új dolog, ami most a Gyeses és a Gyeden lévő kismamákra vonatkozik. Ők is valószínű, hogy vissza fogják kapni a KRESZ vizsgadíját és a KRESZ tanfolyam díját is. Ezt még nem tudjuk, hogy hogyan, milyen formában, de már működik ez tulajdonképpen a fiataloknál. A 20 év alattiak is eddig megtehették ezt, úgyhogy ezt kibővítette a kormány, majd megjelenik a közleményben, és akkor meg tudjuk mondani, hogy hogyan és milyen formában. A vizsgák leállítása a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területet egyaránt érinti, valamint kiterjed a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésére is. A befizetett díjakat senki nem veszíti el. Az érintettek a veszélyhelyzet beszüntetése után díjmentesen vehetnek részt a lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és az utánképzéseken. A vizsgaközpont a hivatali időn túli és hétvégi időpontokat is biztosít majd az ügyfelek számára a felhalmozódó ügyhátralék mielőbbi ledolgozása érdekében. Április 21-től madárinfluenza miatt megfigyelési, illetve védőkörzetet rendelt el a határozatokban megjelölt településeken a megyei kormányhivatal főosztályvezetője. Az állategészségügyi intézkedések mellett a települések határán a főközlekedési utakon madárinfluenza megfigyelési körzet, illetve a védőkörzettel érintett településeken védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt feliratú táblákat kell kihelyezni. A megfigyelési körzet Bajakül területének északkeleti részét is érinti, a figyelmeztető táblákat az önkormányzat a megfigyelési körzetben a város főközlekedési útjai mellett április 23-án helyezte ki, tájékoztatott dr. Papp Zoltán jegyző. Újabb 1000 facsemetét ültetett el a 10 millió fa bajai közössége. A természetkedvelők ezúttal a Nagypandúr szigeten szürke nyárfákat telepítettek, a csemetéket egy családi vállalkozástól kapták. A munkában a közösség tagjainak az önkormányzat és a városi kertészet segített. Szorgos kezek dolgoztak csütörtökön délelőtt a Nagypandúr szigeten. A csónakgarázsok felé vezető töltés mellé ültettek facsemetéket a 10 millió fa program bajai közösségének tagjai, akikhez önkéntesek is csatlakoztak. Én mindig szeretem az ilyenfajta kezdeményezéseket, mezőgazdasággal foglalkozom, úgyhogy nekem ez ilyen szívügy is szerintem, hogy a faültetés, maga a természetnek a megtartása, vagy hogy vigyázzunk rá, úgyhogy én mindig, hogyha van ilyen lehetőség, akkor igyekszem jelen lenni. A bajai csapat ezúttal elsősorban a családokat szólította meg, akik így egymással párban tudtak dolgozni, természetesen maszkban. A töltés belső oldalán a hosszú sorba szürke nyárfák kerültek. Ez a fajta gyorsan fejlődik, így 10 éven belül már tekintélyes méretre megnőhetnek a csemeték. Az ültetésből a Berecki szakiskola egyik oktatója is kivette a részét. A szürke nyár az alapvetően szereti ezt a környezetet, tehát az alföldet is nagyon jól bírja, homokot, szárazságot is. Reméljük, hogy itt a vízutánpótlás, meg vagy az utógondozás is majd megvalósul, tehát minden egyes elültetett fánk valóban megmarad.
A szakoktató hozzátette, az iskola a jövőben szeretne partnerként részt venni a Bajai csoport munkájában. A diákok akár a kötelező közösségi szolgálatot is tudnák teljesíteni a 10 millió fa program eseményein. A Pandurszigeti telepítés egy családi vállalkozás felajánlásának köszönhetően valósulhatott meg az önkormányzat és a városi kertészet segítségével. Azzal, hogy most a földbe kerültek a facsemeték, a következő lépés az lesz velük, hogy egy iszapolással jó alaposan beöntözzük, hiszen napokat tettek meg, utaztak, és az a célunk, hogy minden egyes fa eredésnek induljon. Amikor majd ősszel, látva azt, hogy ez a most viszonylag sűrűn ültetett fasor mely része eredt meg, egy ritkítás alá vesszük a fasort, és a kiemelt csemetéket tovább ültetjük egy következő helyszínre, amikor reményeink szerint már lesz elég idő előkészíteni mindazt a talajmunkát, és azt az ültetést, amelyre akkor majd október végén, november elején készülünk. A bajai közösség már 500 főt számlál, a további fásítást a vírushelyzet miatt őszre halasztották, addig az előkészületek és a szervezés teszi ki a munkát. A héten baleset történt a Paprika utcában, tájékoztatott a polisz.hu. Egy helyi lakos egy Seat Cordoba típusú személygépkocsival a keleti körúthoz érve jobbra akart kanyarodni, de nem vette figyelembe az elsőbségadás kötelező jelzőtáblát, és nem adott elsőbséget a kerékpárúton elektromos biciklivel közlekedő 77 éves bajai férfinek, ezért összeütköztek. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kerékpáros könnyebben sérült meg. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy elsőbségadási kötelezettségünk nem attól függ, hogy milyen járművel közlekedünk. A kerékpárosok és a gyalogosok a közúti közlekedés legvédtelenebb és legsérülékenyebb résztvevői. Elütésük során gyakorlatilag kivétel nélkül személyi sérülés következik be, és csak annak súlyossága lehet a kérdés. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kerékpárosoknak is tisztában kell lenniük a rájuk vonatkozó szabályokkal, ismerniük kell a közlekedési táblákat, hiszen ez a forgalomban való részvétel egyik alapfeltétele. Visszafogott tempóban készül tovább Gálos Roland. A Mogyi felsővárosi ökölvívó eset tehetséges boxolója napi egy edzéssel próbálja magát szinten tartani az igencsak megnehezített körülmények között. A fiatal sportolót édesapja segíti a munkában. Bő egy hónapja tart a karantén időszak, de a Gálos műhelyben nem állt meg a munka. A klub kiváló sportolója, Gálos Roland jó formában várta az olimpiát, így némi csalódottságot jelentett számára a verseny elhalasztása. Az ökölvívó naponta látogatja az edzőtermet, ahol édesapja utasításait követve edzésben tartja magát. Most gyakorlatilag a szinten tartáson kívül van egy kondis edzésünk is, amit most nagy súlyokkal, tehát izomfejlesztésre fogunk most alkalmazni, és a gyors erőnek a megmaradása érdekébe is, ami ugye az ökölvívásnál elengedhetetlen, hogy az ütés az gyors is legyen, pontos, meg hát erős is. Roland egy nappal látéve készült a rangosabbnál rangosabb versenyekre, ami meghozta a gyümölcsét. A sportoló márciusban kvótát szerzett a tokiói megmérettetésre. A boxoló megkezdte az olimpiai felkészülést, de a járványügyi helyzetre való tekintettel az idén nem rendezik meg a nyári eseményt. Az olimpia, tehát ez csak jövőre lesz, az több mint egy év. Viszont a sportolónak ez az életformája, tehát itt nem lehet megállni, tehát egy melós is, hogyha reggel fel kell, megissza a kávét és megy dolgozni. Ez nekünk is a munkánk. És mindenféleképpen, tehát minden nap be van iktatva, ez nekünk ez az életünk része. Tamásék a felkészülési időszakban naponta 6 órán keresztül kesztyűztek a teremben. A versenyek folytatásáról még nincs pontos információjuk, így a mostani időszakban visszavettek a terhelésből. Roli a kényszerpihenő alatt naponta egyszer jár be a terembe, emellett futással és biciklizéssel igyekszik kivárni a holt időszak végét. Főbb híreink következnek még egyszer röviden. Gyermekétkeztetés. Több tanintézményben is kialakítanak átvételi pontokat a városban. Szünetel az oktatás. A járványhelyzet az autós iskolákat is érinti, azonban a befizetett vizsgadíjak nem vesznek el. Kényszerpihenő. Gálos Roland lassított az olimpiai felkészülésen.
Kedves nézőink, pénteki híradónk végére értünk itt a Bajai Televízióban, friss összeállítással hétfőn jelentkezünk majd ismét. Most még elmondjuk az időjárás jelentést, és a vízállás adatait is elolvashatják a képernyőn. Ha tehetik, most is azt kérjük Önöktől, hogy maradjanak otthon, de ezzel együtt is töltsék kellemesen a hétvégét, a postaládájukban pedig keressék a Bácskai Napló legfrissebb számát. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szombaton közepesen felhős idő várható, északkeleten lehet időnként több felhő az égen, és legnagyobb eséllyel ott alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati, majd az északira, északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között alakul. Vasárnap gomoly felhős idő várható több órás napsütéssel, északkeleten lehet erőteljesebb a felhőképződés. Legfeljebb néhol alakulhat ki zápor. Az északnyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 8 fok között valószínű, de a fagyzugokban mínusz 1 plusz 2 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 16 és 24 fok között alakul.